Üdvözlet mindenkinek itt az infobaba.hu weboldalon 2023. április 1-én! Ezúttal főként a CHAT GPT-vel fogunk foglalkozni, a mesterséges intelligenciával, amelyel szerintem mostanra már mindenki ilyen vagy olyan formában kapcsolatba került, kipróbálta ezt az interneten. Mik az előnyei ennek, mik a hátrányai, milyen következményekkel is jár majd ennek a technológiának a közeljövőbeni fejlődése. Emellett lakhatási problémákat is meg fogjuk nézni a rezsicsökkentésnek a gondjait és kihívásait. A fenyegető gazdasági válság lesz a következő téma, ami ugye nem is annyira fenyegető, mint valóság mostanra. Végül pedig rátérünk a gender vagy gender őrületre néhány hír erejéig. Mielőtt neki kezdenék ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Qubit.hu cikkével fogjuk kezdeni retteghetnek az adószakértők, a szinkron szövegírók és a matematikusok nyakukon a chat GPT. Az OpenAI elemzői arra világítanak rá, hogy szerintük a munkakörök, a mai munkakörök 80%-ának a jövőjét is alaposan befolyásolni fogja majd a mesterséges intelligencia. Hogy a ChatGPT alkalmazást az két hónap alatt 100 millióan regisztrálták, hogy az nem egy online keresésnek az eredményeit listázza, hanem elvileg a korábban betanult információk alapján állítja össze válaszát, ez a korábban ez 2021-ig érvényes. Nem csak kulcs szavak alapján válogat releváns találatokat, hanem a szöveg elemei közötti kapcsolatot is értelmezi, amire nem képes, ugye itt a Google keresője legalábbis szerintük. Már az eltén azon gondolkoznak, hogy mielőbb és mi hamarabb megfelelő szabályozást kell végrehajtaniuk ahhoz, hogy ez ne okozzon káoszt az egyetemen. Ugyanis ha elkezdik használni a diákok arra, hogy az eszéket, beadandókat megírassák vele, akkor utána gyakorlatilag szükségtelenné válik az oktatás. Úgyhogy egy, az új világrend az valóban egy új világrendet fog elhozni. És a tudás valami egészen mást fog jelenteni, mint amihez mi hozzászoktunk a minden műveletet, amit az interneten végeznek egy pillanatban ez a rendszer képes lesz feldolgozni, az gyakorlatilag egy nagy agy lesz, ami az egész világot áthálózza, meg behálózza, körülbelül úgy, mint az emberi agy, csak az egész földre kiterjedve minden egyes számítógép, konzol, bankautomata, kártyaleolvasó, mobiltelefon, okos óra, rádiófrekvenciás azonosító chip, biometrikus azonosító. Minden, ami elektromos és az internetre köthető, és rá van kötve akármilyen módon, minden része lesz ennek a nagy idegrendszernek, és a központi számítógép képes lesz ezt egy valós időben ellenőrizni és kontrollálni. Még ezt a március 28-ai cikket megmutatom, 444.hu, 300 millió ember veszítheti állását, a mesterséges intelligencia miatt. Goldman Sachs kutatása szerint a mesterséges intelligencia előretörése az amerikai és európai munkahelyek negyedének automatizációjához vezethet. Érik a lakatási katasztrófa, erre rámelt az idős magyarok háza is 10-ből négy idősödő magyar olyan háztartásban él, amelynek mérete meghaladja az ember alapvető igényeit. Meghaladja az ember alapvető igényeit, ami azt jelenti, hogy van egy kidolgozott standard, ami a világot uraló és irányító elit szerint az ember alapvető igényeit jelenti. Érti mindenki, hogy milyen következményekkel jár az, hogyha létezik ez a standard, onnantól kezdve csak azt mondhatják, hogy mivel környezeti válság van, klímaösszeomlás, klímakrízis, éghajlati katasztrófa, túlnépesedés, világháború, mindenféle hiányok, infláció, meg kell húzni a nadrág szíjat, van egy alapvető igénye az embernek, és ha ezt kielégíti az otthona, akkor az lesz mindenkinek a jussa. Ha tetszik, ha nem, és ezt meg kell hozni ezt a döntést, mindenkinek el kell fogadnia, hiszen nem fog hozzájutni különben mindahhoz, amivel a gazdaságban való részvétel, ugye kecsegtet. Valaki kiszorul ebből, mehet amerre lát, de nem lesz most már vízesen, levegőesen, élelmesen, nem is adhat, nem is vehet. Extrém szélsőséges fanatikussá válik. Az Eurostat számítási módszere alapján azok is ebbe a kategóriába tartoznak, akik esetében fejenként több szóba jut a háztartásban élőkre, mint ami feltétlen szükséges lenne. Gondolom érti mindenki, hogy miért tartottam én olyan fontosnak ezt a hírt. A jövő az egyáltalán nem biztató a többség számára. Ez egy teljesen mesterséges környezet lesz, ahol a természet az el zárva az embertől, akit már így is a bolygónak idézőjelben, rákfenéjének tartanak. Belesznek zárva az emberek ezekbe az apró kockákba, ami éppen csak a szükségleteiket kielégíti, és mindenki megkapja az alapjövedelmét és csinálja azt amit a mesterséges intelligencia által uralt világ majd parancsol neki. Bízom abban, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan jelentkezni fogok újra. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.